Nagy segítség azoknak, akiknek nélkülözniük kell néhány kilogramm liszt. Ezzel az élelmiszerrel támogatták most a Máltai Szeretetszolgálat Banyhádi csoportjának tagjai a településen élő ügyfeleiket. Két napon keresztül érkeztek hozzájuk a kiértesítettek, hogy átvegyék a sütés legfontosabb alapanyagát. Az idei évben is meghirdette a Magyarok Kenyere Alapítványa gyűjtőakcióját. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a gazdák és a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek önként ajánlanak föl olyan búza mennyiséget, amennyit éppen gondolnak. Az idei évben az aszály ellenére is nagyon szép volt a Torna megyei gyűjtés. Több mint 10 000 kiló búzát adtak össze a gazdák és a gazdálkodók. Ebből 6 tonna liszt lett, valamint az őrlést végző malom még 1,5 tonnát hozzárakott. Az összesen 7,5 tonna alapanyagot pedig idén a Tolna megyében működő máltai csoportoknak adományozták. Elsősorban a csoportok kapták a liszt nagy részét. A szekszárdi és a dunaföldvári csoport mellett harmadikként a Bonyhádi csoport is 2000 kg lisztet kapott, és ezt a lakosság számhoz igazítva és az igazságosságra törekedve osztottuk szét. A járás községeiben, településein 24 helyen már szétosztottuk a polgármesterek segítségével a lisztet, most pedig a sor végén van Bonyhád, itt osztjuk szét a rászorultaknak. A lisztből kiki más készít majd, volt, aki azt mondta, a család kedvencét süti ki belőle. Én azt hiszem palacsintát fogok csinálni. Palacsintát, meg amit tudok, ami az erőmben enged, vagyis az erőm enged. A Bonyhádi Jótékonysági Szervezet tagjai gondoltak az adventi időszakra is. A nemrégen kapott élelmiszerből ugyanis akkor is osztanak majd. Természetesen valamennyi tartalékot is képeztünk, hiszen jó 4-4,5 hét múlva itt lesz karácsony, amikor ugyan a szükséget szenvedő családok több helyről kapnak tartós élelmiszert, de szükség van a Máltai Szeretetszolgálatnak a segítségére is. A Máltaiak Bonyhádi csoportja egész évben támogatja a rászorulókat. Van, hogy élelmiszer és van, hogy ruhaadományokkal. Ez pedig sok munkát és elhivatott segítőket kíván meg. Létszám szerint 12-en vagyunk, de az állandó segítőinkkel közel 30-an vagyunk, segítőink száma pedig mondhatnám, hogy meghaladja a 100-at, akiket pedig elérünk nem csak ezzel a lisztkiosztási akcióval, hanem az egész éves működésünk során az körülbelül 400-500 család. Ez Bonyhád város, és a járás másik 24 települését jelenti, illetve az ott élő rászorultakat. Maga a gyűjtés az folyamatos, és így a kiadás is folyamatos. Mi, amikor nincs mondjuk járványügyi korlátozás, akkor heti egy alkalommal minden szerda délután 2-től 4-ig várjuk a rászorulókat. Folyamatosan jönnek a rászorulók, ez is öröm, illetve hát, hogy rászorulók, az nem, de az öröm számunkra, hogy bizalommal fordulnak hozzánk, és az pedig külön öröm, hogy nem csak a rászorulók jönnek folyamatosan, hanem az adományozók is. Bonyhádról elsősorban, de a járás településeiről is. És hát, hogy a régió központunkról, Pécsről ne feledkezzek el, a pécsi most már két nagy raktárból is folyamatosan kapunk adományokat. Támogatókból tehát nincs hiány, a jó szándékú adakozókból viszont sosem elég. Aki adományozna, őket is szeretettel látjuk, azokat is, akik még nem kerestek meg bennünket, és mivel lehet, hogy ebben a virtuális térben, közösségben nem találkozunk, kívánok mindenkinek, adományozóknak és a megsegített embereknek, családoknak jó egészséget és boldog, áldott karácsonyi ünnepeket. Bonyhádon tehát folyamatosan támogatják a rászorulókat, azokat pedig, akik ezt a munkát adománnyal segítenék, várják a helyi máltaiak csoportjánál.